Életének 87. évében elhunyt Csóri Sándor, kétszeres Kossuth-díjas költő, író. Csóri Sándor 1930-ban született Zámolyon. Az irodalmi életbe 1953. augusztusában robbant be verseivel. 1958-tól szabad foglalkozású író, 1968-tól 88-ig a MA Film dramaturgja. 2005 óta a Magyar Írószövetség örökös tagja. Munkásságát több díjjal jutalmazták. A Magyarországi Demokratikus Ellenzék egyik vezetője, a Magyar Demokrata Fórum alapító tagja volt, a Magyarok Világszövetségének elnökeként kezdeményezte a Duna Televízió megalapítását.